Viktor, vagy meg Dani, atya, baba. Most már nagyjából jár. Szokott lenni torna és gyógytorna, vagy ilyesmi. Szokott lenni. Aztán masszírozol. Az is van. Baba meg így áldogál, szoktuk, hogy ő igen, is eljött. Igen, de atya kell sétálgatni és hozzogni, az fontos. Igen, sokat. Igen. Nagyon jó. És ide kitetszenek jönni a teraszon, vagy csak benne? Megyünk az utcába. Komolyan? Hát akkor tök jó egészségben van. Nagyjából semmi baj, mint csak lábon nem. De gyenge. De mindenki a súlya, nem olyan. 51 kiló vagyok. 51. Régebben egy két éve mennyi volt, amikor volt? 75 is volt. Nem már 70. Akkor nem tetszett fogyni. Nem, nincs étvágy, ugye? Nincs étvágy. Van, van. Sokat, igen. Érdekes. Nem. Ja, akkor nem beszélek hangosan, mert jó, ha igazából. Akkor az a... Az jó, hogy étvágya van az embernek. Hát épp azt bontogattuk a Viktorra, hogy az én barátnőim az volt, hogy 45 kiló volt, volt, hogy 55 körül volt, akkor volt, hogy 70 kiló volt, körül volt. Tehát nekem az ilyen barátnőim voltak körülbelül. Nem, most én nekem kell venni, nekem olyan rosszul. És én átlagban ilyen 70 kiló voltam. És holnap egész nap. Holnap egész nap. És az atyának mikor van a születésnapja? Februárban. Február 20. A garázs nagyon szép. Megnéztük, igen, nagyon szép. Szép, igen, szép. Most a jelszámos. A izé, most a legalább támadáskor bekopogtat, az most nem vetik a telefon. Hát legalább annyit, hogy a hangtóval. Paldicsom, hogy ilyen?